The winner is Mother of Apostles. Az ukrán Apostolok anyja című film nyerte a legrangosabb elismeréseket az első Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztiválon Máté Szalkán. Az alkotás a legjobb nemzetközi játékfilm, a legjobb rendező, a legjobb női főszereplő és a legjobb producer kategóriákban is győzött. A díjakat Jubov Nepop, budapesti ukrán nagykövet vette át Máté Szalkán. Számomra ez egy lehetőség, hogy köszönetek mondja meg a közönségnek, minden jelenlévőnek, és minden magyar embernek azért a támogatásért, amelyik Ukrajna a jelenlegi helyzetben kapja. Maga a film arról szól, ami 2014 óta átéli elég sok ukrán anya. Azóta, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, nagyon sok anya várja vissza a fiát, a lányát, aki védi az országot attól az agressziótól. Február 24-től széleskörű támadás alatt vagyunk, és én bízom abban, hogy az önök támogatásával, szolidaritásával együtt tudunk győzni ebben a harcban. A legjobb férfi főszereplő Szervét Tibor lett a Hagyaték című filmben nyújtott alakításáért. Magyar filmek közül a Boszorkányház és a Katapult is több díjjal mehetett haza. A legjobb diákfilm a szintén magyar Háromszög lett. 21 kategóriában a zsűri döntött, egy kategóriában pedig a nézők. A közönségdíjat a Törött szárnyak című brit alkotás nyerte. A fesztivált hagyományteremtő céllal hárman alapították, köztük Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke. Hárman valóban elgondoltuk, hogy meg kell alapítani ezt a filmfesztivált, akkor én azt hiszem, hogy, és be is igazolódik, hogy ez egy fontos döntés volt. Ugyanis belegondoltunk abban, hogy valójában sem Adolf Cukor filmszínház nincs a világon, sem Adolf Cukor nemzetközi filmfesztivál nincs a világon. Hát akkor itt az ideje, hogy legyen, és íme itt van. Azt hiszem, hogy ez pontosan egy olyan térség, amit igazándiból, ha még több energiát rakunk bele, akkor még jobban fel lehet hozni a művészetek szálán is. Ugyanis korábban Magyarország idézőjelben ment Hollywoodba, Cukor Adolf, tőle 50 kilométerre született Fuchs filmos, William Fox, Tony Curtis, nem sorolom, hosszú lenne, és most nem róluk szól a dolog. Most viszont Hollywood jön Magyarországra, hiszen számos filmstúdióba, köztük az Origo filmstúdióba folyamatosan forgatják a legjobb amerikai hollywoodi filmeket. Na azt hiszem, hogy ezzel a filmfesztivállal mindehhez hozzátettünk, és sikerült elindítani valamit, amire mi sem számítottunk, hogy rögtön az elején már végül is ennyi embert, ennyi érdeklődés mozgat. A filmfesztivál záró gálán elhangzott, büszkének kell lennünk azokra a magyarokra, akik nagyot alkottak. Cukor Adolf határozottsága, akaratereje példamutató lehet mindenki számára. A legendás stúdió alapító haláláig képviselte azt, amiért egész életében dolgozott. 103 éves korában öltönyben, karosszékében ülve hunyt el. A Ricsén született, Máté Szalkán nevelkedett Cukor nevét, a városban filmszínház is viseli. A filmszínház 2019 óta él, működik, ragyog, és most már, ha 21. századi mozi élményt szeretnénk, akkor nem kell innen elmenni. És a 19-ben átadott mozinak egy újabb lépcsőfok az, hogy most már nemzetközi filmfesztiválnak is otthont adunk. Én kérem, hogy legyenek erre büszkék, hogy elértük közösen ezt az eredményt. Az első alkalommal megrendezett fesztiválra 19 országból több mint 100 filmmel neveztek. Ezekből a zsűri döntése alapján 45 film került a közönség elé, melyet ingyenes vetítések alkalmával nézhettek meg az érdeklődők Máté Szalkán.